Szóval az érdekes, hogy mostanában kezdem észrevenni magamon, hogy már esténként nincs kedvem úgy játszani, leülni játszani. Régebben nem volt ezzel gond. Valószínűleg amiatt van, hogy most az életem egy kicsit már kezd átalakulni. De most már nem sokára lesz munkahelyem, meg ilyesmi. Meg most nagyon rámásztam ugye ezekre a végigjátszás videósorozatokra, amiket készítek nektek. És úgy vagyok vele, hogy ha már játszok, akkor azt úgy fel is kéne venni. Csak az a baj, hogy nem mindig vagyok olyan formában, hogy kommentálni is tudjam megfelelően. Szóval úgy, hogy nagyjából élvezetes is, amit mondok, meg nem annyira nagy hülyeség. Tehát úgy, hogy valamiről azért szóljon. Nem csak arról, hogy na, megyek, és akkor dur, meg ilyenek, hanem hát persze játéktól függ. Tehát egy FPS-ben nyilván nem annyira lényeges az, hogy most ilyen Shakespeare-i monológokban beszéljek. Nem, mint hogyha tudnék, de ez egy ilyen dolog. Szóval, hogy magamnak egyre kevesebbet játszok. És lehet, hogy ez azzal függ össze, hogy kezdek felnőni. Nem, mint hogyha fiatalkorú lennék, már jó ideje, nem? De ugye az embernek a lelke az olyan, hogy szeret játszani, tehát úgy vágyódik arra, hogy kikapcsolódjon, meg hát olyan dolgokkal foglalkozzon, ami gyönyörködteti. És én nem veszítettem el ezt a játékos énemet, csak így estére elfáradok szellemileg. És akkor már nincs kedvem betölteni egy játékot, hogy csak úgy magamnak játszogassak vele. Felvenni meg ugye már azért nincs kedvem, mert nem vagyok olyan szellemi szinten. Persze lehet, hogy vagyok, csak ezt úgy ki kéne próbálni egyszer-kétszer. Lehet, hogy csak a bátorságom nincs meg hozzá. Mert ilyen, hát főleg még a Blád idejében, amikor az első játék, amiről végigjátszás videókat csináltam, hát akkor még tényleg volt, hogy lámpalázzal ültem le a kamera elé. Hát az első rész az 100%-ban olyan volt, hogy leültem, bekapcsoltam a lámpákat, minden, és akkor szó szerint lámpalázas voltam, szóval éreztem is a fényt, fizikálisan is, ahogy tolódott bele a pofámba, meg hát úgy tényleg úgy tudtam azt, hogy na ez most megy ki élesbe az internetre, és itt nem lehet megvágni, meg semmi, mert az ugye hülyén néz ki, hogy játék közben így, hogy vannak ilyen ugrások. Tehát azt vagy egyben veszem fel, vagy hogyha nem jó, akkor még egyszer, de akkor az már plusz munka, tehát dupla munka. És az nem jó dolog, hogyha dupla munka van nekem. Szóval erről van itt szó. Milyenek a fényviszonyok? Az izzó, ez egy ilyen modern, sárga színű izzó, állítólag energiatakarékosabb, mint a régi fajta körteizzók. Ez ilyen spirálos, fel van tekerve, és akkor úgy van, hogy bekapcsolom, és ilyen 50-60%-on kezdi a fényerőt bocsátani ki magából, és aztán egy ilyen pár másodperc múlva, hogyha érzékeli azt, hogy akkor úgy látszik, hogy most tényleg bekapcsolták őt, tehát nem annyi, hogy felkapcsolom, aztán kikapcsolom, hanem úgy tényleg hosszabb ideig fogom most akkor használni, akkor így szépen az a 40% még hozzáadódik. Igen. Nem is tudom, miért kapcsoltam most be a kamerát. Nem szokásom. Általában úgy szoktam az ilyen csacsogjunk műsorokat csinálni, hogy ezzel asztalt elfordítom. Szépen beállítom a fényeket, reggeli órában veszem fel, most már délután. Hát délután fél 80. Vazeg. Fél 80. Hát igen. És most így gondoltam, hogy megosztom a gondolataimat veletek. Ez van. Egyébként lehet, hogy azért is fáradok el estére, mert így mostanában ugye edzem a testemet, mint a disznó. Kevesebbet eszek, tehát például nem vacsorázok, meg ilyesmi, és akkor úgy tegnap is már majdnem, hogy korgógyomorral feküdtem le. Lent meg az ilyen nagy háromfogásos ilyen csirketálak, meg ilyen húsos bödönök vannak, sült krumpli van, meg mindennel, és olyan rossz volt nem enni. Hát ez van. Mindegy. Na, hát nem tudom, hogy ezt most töltsem fel, ne töltsem fel, mert őszintén szóval ez tényleg abszolút spontán. Most csak így leraktam a kamerát, megnyomtam a rec gombot, és akkor így Herbie Style jelleggel mondtam fel itt a cuccokat. Nem is találtam ki azt, hogy most miről beszéljek, csak úgy. Na, most azon gondolkodok amúgy, hogy System Show 2-nek a végére értem. Ti még azt hiszem a 16. résznél jártok, azt töltöttem fel legutóbb, és most a Sirius M3-on gondolkodok, hogy el kéne kezdeni. Illetve az Arx Fatalison. Azt a játékot nem tudom mennyien ismeritek, ez is egy elég régi, és hát nekem nagyon tetszett akkoriban. Szeretném végigvinni nektek. Nem láttam róla végigjátszás videót a YouTube-on, legalábbis magyar nyelvűt nem. Éppen ezért mindenképpen szeretném, hogyha lenne hozzá. Szóval ezen gondolkodok, hogy ezt fogom csinálni. Meg hát persze a Death Wish kiegészítő lemezt a Bládhoz, ugye azt már néhányan írtátok, hogy jó lenne, hogyha megcsinálnám. Meg is fogom. Csak még ilyen háttérzenéi anyagokat gyűjtök hozzá, hogy ne a régi zenéket kelljen alkalmazni, amit már hát lerágott csont, már mindenki kívülről ismeri őket. Jó zenék voltak, csak most megint ugyanazokat végighallgatni, meg ilyesmi. Meg jó olyan epikus harci zenéket akarok leszedni netről, amit ingyenesen lehet felhasználni. Na hát ez volt, kérlek. Egyébként a kockaizom az már fejlődik, csak még nem eléggé, meg itt még azért van egy kis háj. Na, jó van, hát ennyi akkor, jó. Ez most egy ilyen puttyantásos csacsogjunk videó volt. A többire azért valószínűleg majd megint rendesen fogok felkészülni, tehát asztalostól, fényestől, mindenestől, meg gondolatostól, mert most gondolatok nélkül ültem le. Na, csá!